A kutyák túlszaporodásának csökkentése érdekében idén is folytatódik Rákosmente önkormányzatának és a Vigyél Haza Alapítványnak azon közös kezdeményezése, melynek keretében a 17. kerületi ebek ivartalanítása december 31-éig, de legfeljebb az első 100 beavatkozásig térítésmentesen biztosított. Dr. György Rúzsa Ágnes jegyző elmondta, a helyhatóság második alkalommal hirdette meg a kutyákra vonatkozó születésszabályozási programot. Azért tartja fontosnak Rákosmente önkormányzata, mint állatbarát önkormányzat, hogy a kutyák esetében, az otthon tartott kutyák esetében is fontos az, hogy megakadályozzuk a nem kívánt születéseket, és ennek kiváló módja az, hogy az önkormányzat ehhez anyagi hozzájárulást biztosít. Napjainkban nem csak az utcára került vagy elkóborolt négylábúak jelentenek problémát, hanem a felelőtlenül szaporított állatok évről évre hatványozódó száma is. Ennek megoldása érdekében indult útjára az a segítő szándékú kezdeményezés, amelyhez csatlakozva az érintett gazdák az önkormányzat állattartási ügyintézőjénél jelentkezhetnek. Minden kerületi polgár, aki 7 hónapnál idősebb kutyussal, kutyus tulajdonjogával rendelkezik, a kutyának mikrocsippel és veszettség elleni védőoltást igazoló okmánnyal kell rendelkeznie. Ebben az esetben itt a polgármesteri hivatalban az állattartási ügyintézőnél jelezhetik igényüket. 100 kupont tudunk ebben az évben december 31-ig kiosztani. A programban résztvevő app tulajdonosok egy ivartalanítás elvégeztetésére jogosító kupont kapnak majd, amely tartalmazza az állatba ültetett mikrocsip adatait. Az átvételt követően a gazdi felveti a kapcsolatot a Vigyél Haza Alapítvány munkatársaival, akik időpontot egyeztetnek a beavatkozást végző állatorvosi rendelőintézettel.